A parlamentben szimpatikusnak, a nyugdíjasok felé kedves, aranyos gyereknek kell látszani a Jobbiknak, de a párt valójában a radikalizálódás felé szeretné terelni az embereket. Erről beszélt a párt alelnöke egy hangfelvételen. Schneider azt mondja, jó, hogy van betyársereg, ő is ilyen harcos akar lenni, de közben szükségesnek tartja a cuki kampányt is. Schneider Tamás a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Tisztázzuk, a legelején a Vigyázó blog által létrehozott, nyilvánosságra hozott hangfelvételen ön beszél, tehát nem hamisítvány, vállalja, és vállalja a szavait, és annak tartalmát is. Így van. Akkor kezdjük azzal a mondattal, amikor azt mondta, hogy hát nagyon sajnálja azt, hogy a parlamentben nem lehet őszintén beszélni, nem lehet kimondani azt, amit gondol, ezek a betyársereg, vagy a 64 vármegye ifjúsági mozgalom, ők megtehetik. Mi az, amit ön szíve szerint kimondana a parlamentben, de nem mondhat ki? Sok mindent ki lehet mondani a parlamentben, bár például Újhelyi István, amikor parlament alelnöke volt, akkor ha valaki azt a szót kiejtette, hogy cigánybűnözés és cigány emberek is bűnöznek, akkor azt megpróbálta betiltani, illetve azt csinálni, hogy nem mondhassa el ezt egy képviselő. Két nagyon fontos dolgot mondott. Én viszont mondott. Úgy gondolom, és a Jobbik is úgy gondolja, hogy azért cigánybűnözés létezik Magyarországon. Két fontos dolgot mondott. Cigánybűnözés, illetve, így fogom, lehet, hogy csak Freud volt, cigányok is bűnözhetnek. E második állítás igaz. Tehát cigányok is, és nem cigányok is bűnözhetnek. De azt mondani, hogy van cigánybűnözés egy népcsoportra, bármilyen alapon azt mondani, hogy ők azok, akik a bűnözők, ez így nem helyes. És erről... Én ezzel nem értek egyet. Tehát van magyar bűnözés is, van ukrán maffia, sőt, olasz maffiáról is hallottunk. Bűnözés van, mint olyan. Maffiát, így van, bűnözés van, és a bűnözésnek a bűnözők között okai vannak. Cigányok, szicíliaiak, magyarok, mindenki. A cigányságon belül a bűnözésnek, hogy nagyobb az aránya a cigányságon meg a bűnözésnek, annak megvannak a történelmi okai, megvannak a gazdasági okai, ezekről beszélni kell, de ő most megpróbálhatja letagadni azt, ami valóság és vidéken mindenki tudja és látja. Ezeket az okokat fel kell tárni. Megfogalmazást igen, és egy külön szociokulturális dolog, az ő történelmében benne van, más a tulajdonhoz való viszonyuk. Ezt kérem szépen liberális jogvédők is lefektették, tanulmányok készültek. De erről beszélni nem csak, hogy szabad, hanem kell is. De megbélyegezni bárkit, hogy van a magyar bűnözés, van cigánybűnözés, van zsidó bűnözés, van szicíliai bűnözés, nem jó, nem, az nem helyes. Azt kell mondani, igen, vannak cigánybűnözők, és miért vannak, akkor beszéljük ki, és találjuk meg a megoldásokat. Igen, és ennek azért történelmi okai vannak, azért tegyük le, és ez az egész népcsoportra érvényes, hiszen a cigányságnak a jelentős része vándorló életmódot folytatott. Ugyanez semmivel sem másabb, mint amikor a kunok bejöttek Magyarországra, és teljesen más életmódot folytattak Magyarországon sok száz évvel ezelőtt, mint a magyarok. Micsoda feszültség volt belőle, gyilkolászások, stb. Hasonló a helyzet. Tehát ezért mondjuk mi azt, hogy ennek igenis vannak történelmi, szociokulturális okai. A betyársereg, akikre hivatkozott, például az előbb az általam is idézett mondatban, hogy ezek a betyársereg képviselői kimondhatják az igazat, ők például nem így fogalmaznak a cigány kérdésről, mint ahogy most ön fogalmazott. Tehát ők abszolút olyan radikális és teljes mértékben elutasítandó és elutasítható módszereket javasolnak a cigányság kérdésének és problémáinak megoldására, amire én kíváncsi vagyok, hogy ön vállal-e bármiféle eszmeközösséget? Nyilvánvalóan az, hogy a betyársereg vagy egyes tagjai mikor mit mondanak, akár egy szórakozó helyen vagy bárhol máshol, azért nem vállalhat felelősséget a Jobbik vezetése. Ön tudja a betyársereg elveit? Mert én nem ismerem a betyársereg elveit. Én arra gondoltam, hogy ön belülről ismeri. Tudni. Nem ismerem belülről, nem ismerem véletlenül sem. Akkor miért mondta az, hogy milyen én jó, hogy ők kimondhatják, hogy miért gondolnak? Arról kell sokkal inkább beszélni, hogy miért van egy betyársereg Magyarországon, miért kell, hogy legyen, vagy miért alakult egy ilyen szervezet, miért alakult a Magyar Gárda, és még sorolhatnám ezeket az önvédelmi szerveket. Ezek azért alakultak meg, mert Magyarországon a közbiztonság még a szocialista időkben rettenetesen leromlott, és azóta sem javult az elmúlt 5 év folyamán. Ez a helyzet egy tünet, egy válasz arra, hogy a magyar állam nem látja el a feladatát, főleg vidéken, a közbiztonság történt, és ezért alakulnak önvédelmi csoportok. Nem ismerem az eszméjét a betyársereknek, ezért nyilvánvalóan nem mondhatok erre se nemet, se igent, majd ha előttem lesz az ő tanulmányuk, vagy programpontjuk. Azt nem tudom, hogy tanulmányuk van-e, de videót azt szép számmal találhatunk az interneten. Kirityán Zsolt, a betyársereg vezetője úgy fogalmazott, 2011-ben mondta azt, hogy cionista körök lázítják a cigányokat az össznépi társadalom ellen, és ezért a cigányság az élettér elfoglalására törekszik, ami ellen egyfajta egészséges önvédelmet kell
kell megvalósítanunk. Aztán arra is hivatkozott, ez már 2014-ben van, Pécsett egy helyi alapszervezet rendezvényen, hogy az iszlám állam és az Al-Qaida által készített propaganda filmeket, miután reklámozta, hogy abból megtanulható a gerillaharc, robbanóanyag készítése, túlszejtési technikák, kínzások, kivégzések. Azt nem tudom, hogy a betyárserenek miért van ilyen oktató filmekre szüksége, és mit akar a robbanóanyag készítéssel, meg a gerillaharccal, ön tudja? Nem tudom, és nyilvánvalóan ezért nincs is ez semmi közünk. Önnek és a Jobbiknak, az ön által képviselt és alelnökölt pártnak semmi köze nincs a betyársereghez? Olyan közünk biztos, hogy van, hogy találkozhatunk velük, mint akivel bárkivel találkozhat az ember az utcán. Ha önnel összefutok egy kávéházba, az nem jelenti, hogy bennük közös kapcsolat van, vagy valami komoly kapcsolat lenne, de ettől még akár beszélgethetünk is, de akár ön egy kávéházba is. De a betyársereg tagjaival kizárólag az utcán futott eddig össze? Semmi közös rendezvény soha nem volt? De biztos, hogy voltak rendezvények, stb., hogy a rendezvényeinkre... Akkor nem mondja, hogy ez millió ugyanaz lenne, mint amiket összefutnánk az utcán. De hát hány kommunista ember jön a rendezvényeinkre? Lakossági fórumon, most is Nógrád megyében. Hát kommunista ember, aki azt mondja, hogy ő kommunista, és hát aki azt vallotta magáról, hogy kommunista, azért lakossági fórumon eljött és meghallgatta a Jobbik programját, és teljesen mondta, hogy én kommunista vagyok? Igen, azt mondta, hogy ő kommunista, és Gyurcsány pár a DK-nak a tagja. Hát ez előfordul vidéken, tehát azért kommunikálnak egymással az emberek a különböző politikai pártállástól függetlenül, és én nagyon örülök, amikor eljön akár egy ilyen kommunista, magát kommunistának valló ember, hát nyilvánvaló, ha egy kommunista jön, akkor eljött egy teljesen más gondolkodású ember, és ezért én felelősséget nem tudok vállalni, hogy egy lakossági fórumra bármikor bárki miért jön, és mit kérdez. Ja, tehát például az ön által tartott lakossági fórumokra betyársereg képviselői, vagy vezetői, maga a vezetője, akár csak véletlenül kerül oda, tehát érdeklődőként kerül oda? Az én lakossági fórumon nem volt ott Kirityán Zsolt, nem emlékszek erre. Ismerem az arcát, úgyhogy tudom, hogy kiről van szó. Tehát nem ez például a betyársereg videójának egy részlete, egy megállított képkocka, egy aktivistájuknak hirdetik a videófelvételen, tehát azért erről a szervezetről beszélünk, akik teljesen nyíltan a saját maguk által létrehozott videóban például így mutatják be az aktivistájukat, mint akikre büszkék. Igen, hát ez egy tipikus példája annak, hogy ha a magyar állam nem tartja fenn a rendet Magyarországon, akkor hová fajulhat mindez? Nyilvánvalóan ezt kell megakadályozni, azt kell megakadályozni, hogy Magyarországon rend legyen, ne kelljenek ilyen szervezeteknek létrejönnie, mert úgy érezzék az emberek, hogy őket megvédi a magyar állam. Nem kell megvédeni az idős embereket otthon, nem ölnek meg hetente egy magyar embert Magyarországon, de addig viszont, amíg ez lesz, vagy éppenséggel fokozódik ez a helyzet, ne csodálkozzunk azon, hogy ez ilyen reakciókat várt ki. Jó, nem csodálkozunk, de mit tudnak akkor csinálni az ilyen és ehhez hasonló fiatal emberek, mondjuk vagy a betyársereg tagjai, hogy tudják a bűnözést megállítani, vagy egyáltalán ezt a tendenciát? Nyilvánvalóan eszközük nincsen szerintem arra, hogy ilyet megállítsanak, de hát erre a betyárságnak a vezetőjét kellene megkérdezni, és akkor ő majd erre válaszol. Ja, hát nem hiszem, hogy lesz erre lehetőségünk. Ön politikusi minőségében szerepelhet ebben a műsorban, és azért kérdezem, mert ugye ezen a hangfelvételen nekem nem úgy tűnt, hogy a betyársereggel, vagy az ifjúságével, 64 ifjúsági vármegye bármely tagjával, mozgalom bármely tagjával, ön úgy futna össze az utcán, mint ahogy akár velem is összefuthatna. Hát még egyszer kérdezem, van-e szervezeti, működési, eszmei kapcsolata a Jobbiknak, személyesen önnek a betyársereggel, vagy a 64 ifjúsági vármegyei mozgalommal? Hát a 64 vármegyei ifjúsági mozgalomnak számos tagja egyébként, Jobbik tag is, tehát nyilvánvalóan, hogy ez létezik, hiszen kiváló munkatársak vannak ott, első osztályú egyetemista gyerekek, akik rendkívüli tudással rendelkeznek, úgyhogy erre nyugodtan ezt el tudom mondani, hogy van, hiszen a tagságnak a jelentős része, vagy egy jelentős része legalábbis egyes településeken belőlük tevődik össze. És a betyársereg tagokat én nem tudok arról, hogy Jobbik közelében, vagy éppenséggel a parlament, vagy az irodaház környékén lenne. Jobbiknak nincsen együttműködése a betyársereggel. Mint mondtam, a betyársereg az egy teljesen különálló szervezet, attól függetlenül természetesen, mint mondtam, teljesen megértem azt, hogyha a magyar állam nem tartja fel a rendet, akkor igenis ilyen helyzetek alakulnak ki. Az eszmerendszerével kapcsolatban egyetért? Tud bármiben közösséget vállalni ön személyesen a betyársereggel? Ismeri, hogy miket mondanak? Még biztos, hogy ez az interjúval kapcsolatban más kérdést is fel tud tenni. Tehát elmondhatjuk ugyanazt háromszor, négyszer, ötször. Én meg megint csak ugyanazt tudom mondani, hogy nem ismerem az eszmerendszerét, látom azt a fiatal embert, akit itt bemutat, hogy nyilván azzal nem tudok egyetérteni, amit ott láttam, legalábbis azokkal a képekkel. Én nem tetováltatnám magamra ezeket a dolgokat, teljesen egyértelmű. Nekem erre ez a válaszom, de ezt mondtam nincs az előbb is. De jó, ez... Nincs. Ez
személyes ügy, ezt nem is kérdezhetem meg, és ne is válaszoljon rá. A másik, idéztem a betyársereg vezetőjétől önnek, de azért tudhat máshonnan is, nem csak az én idézeteimből, hogy milyen eszme rendszert képviselnek, akkor azt az egy mondatot mondjuk kimerné jelenteni, hogy a Jobbik a betyárseregtől a sajtóból megismert eszmerendszere alapján elhatárolódik? Olyan kijelentésektől, vagy olyan eszmerendszerektől, ami nem illeszhető a Jobbik programjába, biztos, hogy elhatárolódunk. A betyárseregtől, mint mozgalomtól elhatárolódnak? De nézze, ha az MSZP benyújt egy törvényjavaslatot, az az ő eszmerendszerét jelenti, azért, mert az MSZP-től teljes mértékben elhatárolódok, vagy éppen nem értünk egyet az ő politikájukkal, attól függetlenül ott is találhatunk jót. Én nem tudom, hogy például mi a nyugdíjpolitikája a betyárseregnek, van-e neki, lehet, hogy az ő nyugdíjpolitikája hasonló a miénkhez, hiszen az időseket meg akarják védeni, mi is meg akarjuk védeni az időseket Magyarországon. Mindaz, amit tud róluk, az alapján nem érzi, hogy akár ki is mondhatná ezt a mondatot, hogy elhatárolódik tőlük? Nem kell olyan szervezettől elhatárolni, amivel nincsen különösebben kapcsolatunk, amelyik teszi a saját dolgát, amelyik hozzá kell tennem, tudtommal legalábbis semmilyen bűncselekményt Magyarországon nem követett el. Ehhez nekünk igazán nincsen közünk, úgyhogy attól nyilván elhatárolódok, hogyha olyan kijelentést tesz, ami nem fogadható el itthon Magyarországon, az európai kultúrában. Értem, mindenesetre a Betyársereg honlapján a Vona Gábor interjú, önnel készült interjú, tehát lehet, hogy önök nem tudnak a betyárseregről túl sokat, de a betyársereg szemmel láthatóan nagyon büszke Jobbikos vezetőkre, hogyha ennyi interjút közül a honlapján. Miért mondta azt ezen a hangfelvételen, hogy ez a cukiság kampány, ez is gyakorlatilag egy trükk, egy kommunikációs trükk, mert hogy a jó, hát én így értelmeztem a szavait, hiszen a jó arcukat kell mutatni például a nyugdíjasok felé, de egyébként a gondolatiságukban egyáltalán nem olyan jó fiúk, mint ahogy mondjuk a plakátokon megjelentek kiskutyussal. Hát nem tudom, nekem van egy jó arcom, meg egy rossz arcom, mondjuk akkor vicsorgok a nyugdíjasokra, és amikor éppen a nyugdíj reformról beszélek, vagy arról, hogy 40 év munkaviszony után a férfiak is nyugdíjba vonulhassanak, nyilvánvalóan nem erről van szó. Hát én egyébként azt hittem, hogy egy áprilisi tréfa ez a mai nap az MSZP részéről, mikor azért akarnak lemondatni engem a párt alelnökét és országgyűlési alelnökét, mert hogy nem változott a Jobbik programja. Hát a Jobbik programját nem én írom, hanem 13 ezer ember gyakorlatilag, aki megírta ezt nem a Jobbik programot. Hanem... De pontosan a Jobbik politikája nem változott, kiderült a hangfelvétel alapján. Szóra így van, ezt meg lehet találni az MT nyilatkozatban. Oké, rendben van, de ön beszélt erről, enyhén cuki. Szóval vicces volt. Miről van vicces, szó? Hogy ön a cuki kampányukról azt mondta, hogy ez kifelé ezt kell mutatni, tehát ez egy kommunikációs trükk. Nem azt mondtam, trükk. Hogy kifelé ezt kell mutatni, még véletlenül sem. Nyugodtan meg lehet nézni egyébként magát a hangfelvételt, ami hozzá kell tennem, hogy kb. Két szúnyog lenyelése közt zajlott. Kedves, aranyos gyerekeknek kell lenni. Így van, egyetértek, természetesen. Hát egy idős emberhez nem lehet úgy oda menni, hogy valaki azt mondja, hogy én meg foglak védeni téged a bűnözőtől, és ezt erőszakosan vagy határozottan mondja. Erről van szó, kommunikálni kell az emberekkel. A Jobbiknak meg kell tanulnia, hogy azt a kiváló programot, amit letett 2010-ben, 14-ben, amelyre több mint 1 millió ember szavazott, azt tovább tudja vinni a társadalom széles rétegeibe, ehhez pedig igenis, ami az Alfa Hírportál, ha követik azt a vitasorozat, ami pont ezzel kapcsolatban indult, mert nagyon sokan féltek az utóbbi időszakban szavazóink közül, hogy a Jobbik majd a programját feladja de és pugulni fog. De erről beszélek, pontosan erről beszélek. Most igen, de ez a hangfelvétel. Nem, a hangfelvétel is erről beszélek, erről szól az egész kontextus, semmi másról. Nagyon sokan féltek, és egy komoly vita alakult ki az Alfa Hír hírportál. Ha követik, akkor nagyon sok érdekes dolgot ki lehet venni egyébként az Alfa Hír hírportálból. Hogy gyakorlatilag megvezették a választóikat, de akkor most már értem, hogy mire sem. Szánta a szavait. Az ön személyt titkára, Dér Zsolt, az igaz, hogy a betyársereg tagja? Nem tudom. Mi ki van tiltva a parlamentből, gyakorlatilag már hónapok óta nem találkoztam. Igazából... Miért van kitiltva a parlamentből? Hát ezt Kövér Lászlótól kell megkérdezni, szeretik kitiltani az embereket, tudja jól. Ön a személytitkárától nem kérdezte meg, hogy miért tiltották ki? Kövér László különböző szélsőliberális újságoknak a cikkeire hivatkozott, és az alapján gondolta úgy, hogy ki akarja tiltani. De ön nem kérdezte meg a saját személytitkárától? De megkérdeztem, Zsolt, ez a válasz. Miért tiltottak ki? Ez a válasz, hogy igazából nem tudjuk. Nem tudjuk, hát ez előfordul Kövér László, azért nem kell bemutatni Kövér László. Ön nem egy délszláv háborús veterán és a betyársereg tagja? Ez nem igaz?
Mit mondott önnek? Én azt tudom, hiszen már akkor ismertem Dél Zsoltot, amikor Szent László magyar falut védte sok magyar emberrel, például Rózsa Flores Eduardóval, ugyebár aki az eléggé ismert személyiség. Okay, tehát az biztos, önnek, hogy részt vett a horvátországi harcokba, ahol magyar embereket, egy magyar falut védett, konkrétan Szent Lászlót. Én ezt tudom, ismerem, és ez le van írva. És az igaz, amit Kirityán Zsolt mondott róla, hogy azért vett részt a háborúban, mert gyilkolni akart? Na hát ez az, amit Kirityán Zsoltól meg kell majd kérdeznie. De ön nem kérdezte meg, hogy ez igaz-e? Nevetséges. Én nevetségesnek tartom. Ilyen egyszerű. Hát és a személytitkárától sem kérdeztem, hogy te azért voltál ott? Természetes, biztos, hogy megkérdeztem. És mit mondott? Hát ő is nevetett rajta, mi lett volna mit erre? Hát nem is akartam gyilkolni, vagy hogy? Hát ennyi, kész. És... Azért, mert valakiről valami hülyeséget állítanak, már elnézést, kedves Olga, annyi sok jó és érdekes hír van, még ebbe is szerintem sokkal több érdekeset találnánk, ebbe a illegális hangfelvételbe. És kövér meg, mi liberális hangfelvétel? De mondom, ebbe illegális hangfelvétel, mert ugye ez nem egy lakossági fórum, azért azt szóval, tisztázzuk. Ennyi tök hülyeség az egész, és akkor kövér meg kitiltottam. Ez ennyi ilyen dolog van, kész. Hát ez szörnyű. Másik munkatársam is alig tud bejönni egyébként. Úgyhogy... Az mit csinált? Hát túlságosan él a szabadság jogaival, próbálja tüntetéseket bejelenteni, stb. És hát ez sem tetszik kövér elvtár úrnak. Köszönöm, hogy itt volt.